az Árnyéknyúl néven futó debreceni alternatív rock trió legutóbb tavaly decemberben rukkolt elő új klippel, de a srácok nem csak a dalkészítésben, hanem a zenekar csinálás minden egyes folyamatában megtalálják az alkotás lehetőségét. Sziasztok, ez itt a Roncsoló. A zenekart a Debrecen koncertsorozat vendégeként kaptuk mikrofon végre. Tartsatok velünk! Úgyhogy az ember érti, csak a korlátig kell elmenni, csak semmi ugrás, úgysem élni túl. Inkább nézd azt, ahogy az árnyék nyúl, az árnyék nyúl, az árnyék nyúl, az árnyék nyúl. Ez most már idén a második koncertetek itt Debrecenben, ugye, ha jól tudom, jól számolom, és hamarosan jön majd még egy a Made in Debrecenen, de beszéljünk erről a mai buliról. Mivel készültetek erre a koncertre? Saját magunkkal. Semmi apropója nincsen az estének. Ez teljesen meglepő, hiszen ha jól tudom, mindig feldolgozásokat szoktatok tolni. Feldolgozás? Viccelek. Ja. Jó. Nem, tényleg nincs apropója, és egyébként ezt a múltkori budapesti koncertünkön is mondtam, hogy ilyen tök fura most úgy koncertezni, hogy nincsen apropó, mert eddig mindig csináltunk valami, tudod, valami lemezt, vagy mit tudom én, vagy csak jöttünk örömzenélni. Igen, és nem is olyan régen jártatok Budapesten, és ha jól tudom, oda már visszahívtak benneteket. Ez így volt. Hogy sikerült az a buli? Szerintem tök jól, nagyon, nagyon jó fejé két zenekarról tudtunk játszani, a belső parancsal és a... Gadamba Braderrel. Köszi, na. Bence. Ott sem tudtam kimondani. Ezt nem tudtam elmondani a koncert végén. Köszönjük, Bence, gyere segíts! És ott rosszul mondtam rá, lesz. De hogy kell, Gadamba Braderr. Gadamba Braderr. Minden esetre mindig jó érzés Pesten játszani, azért már csak a város mi voltából is egy sokkal nagyobb zenei élet van ott, és bármikor megyünk szívesen vissza, és szerencsére már második alkalommal tudtunk a Három Hollóba fellépni. Vannak-e még tervek az idei évre, amikor nem Debrecenben láthat majd benneteket a közönség? Vannak, igen. Most a 30Y-nal próbáljuk meg újra felvenni a kapcsolatot ilyen koncertszervezés téren. Valószínűleg előttük fogunk majd játszani párszor, meg Budapestet egyébként most célozgatjuk nagyon, mint ilyen potenciális város, mert úgy látjuk, hogy van ránk fogadó közeg. Hűben fekszem, madarak macogon, lógnak az égen, közben engem a debreceni formáció első kis és nagy lemeze egyébként a 30Y bábáskodása mellett született meg. A második nagy lemez, melyet Változás címmel 2023-ban adott ki a zenekar, vinilen is megjelent. A srácok azonban nagyon élik az online világot is, hiszen rendszeresen szokták koncertjeiket streamelni is. Hogy tudjam! Nem álltatok meg úgy, hogy most már visszatért az élet a Covid után, hanem úgy gondoljátok, hogy ennek még mindig megvan a helye és a platformja. Miért szeretitek azt, hogyha így streameltek egy-egy koncertet? Egyrészt, hogy egy nagyon kényelmes folyamat, tehát, hogy igazából csak fel kell szerelni minden fénnyel, minden hangtechnikával a kis próbatermünk egy részét. Szerintem tök jó az, hogy egy kicsit a karácsony után előtt mindenki, amikor otthon van, akkor is nem kell lemondani az élőzenéről, és szeretnénk, hát nem titkot vágyunk az, hogy debreceni zenekarokkal szeretnénk ezt egy ilyen kis szokássá tenni, vagy egy ilyen évente megrendezésre kerülő kis eseményé, és akkor minden évben mást hívtunk le, és eddig nagyon jól sikerült. Milyenek a látogatottsági számok? Mit láttok egyébként az ilyen YouTube adatokból, hogyha lehet ilyenről beszélni, hogy gondolom nem csak debreceniek néznek titeket ilyenkor, hanem máshonnan is, honnan szoktak még benneteket elkapni a nézők? Hát a streamen azért nem sokan vannak, sajnos, de akik vannak, azok lelkesek alapvetően. A content, amiket kirakunk, ilyen kis videók, ilyesmi, az meg ilyen nagyon ingadozó igazából, ezt még mi is most tanuljuk ki, hogy mit kell csinálni egyáltalán, hogy elérj vele embereket, mert nagyrészt kiszámíthatatlan,
sok szempontból kiszámítható, de akkor sem mindig úgy csinál, mert kiderül, hogy valamit nem vettél figyelembe. Szóval ez is egy tanulnivaló folyamat. Egyébként minden egyes részére a zenekar csinálásnak ráteszitek a kezeteket, tehát nem csak a dalokról beszélek, illetve a videóklipekről most, hanem a koncertszervezésről, akár arról, hogy tényleg streameltek koncerteket, saját koncerteket, de van még egy újdonság, amit nem is tudom, hogy csinál-e más zenekar itt kis hazánkban, az pedig az, hogy podcastet csináltok a zenekarral. Sziasztok, ez itt az Árnyéknyúl Podcast. Külön kiadása. Külön kiadása, igen. Vendégeink ma este ABC-ben hogy jöttök? Mercs Máté. És Sovágó Zsolt. Na, arra gondoltunk igazából, hogy ugye megjelent az Ajtót Nyit a Kőengedbe klipünk, meg tartottunk egy klippremiért is az Inkognitóban, úgyhogy arra gondoltunk, hogy most összeülünk is jól. Kibeszéljük, hogy mi a történt ebben a klipben. Honnan jött ez az ötlet, és miért gondoljátok, hogy ez egy nagyon jó platform arra, hogy az emberek még jobban megismerjenek benneteket? Hát azért, mert most általánosságban, hogyha megfigyeled, akkor ugye az online térbe tényleg próbálom meg begyűrűzni mindenféle platformon keresztül, ugye a podcast, az online streaming, stb. Én azt látom, hogy ezzel egyébként egy másik közeghez tudunk elmenni. Tehát például érdekes volt azt látni, hogy az online stream koncert az nem volt akkora elérésű élőben, mint egy átlagos koncertünk például. Ami fura volt, hogy nyilván utána azért egy pár száz néző bejött egy napig, azt hiszem, addig hagytuk így elérhetően, de furcsa ezt látni, de közben meg ott van ezer platform, amit még nem ismerünk, és ezt hozzá kell tenni, hogy azért mi is most elkezdtük taposni már a 30-as éveinket, és mi azt látjuk, hogy most van egy ilyen, tudod, egy ilyen félgenerációs szakadék most, főleg az online térben, hogy már annyira nem vágom mondjuk a TikTokot, érted, vagy a YouTube shortsot, vagy ilyesmi, de ezeket próbáljuk majd megtanulni. És amúgy tök jól megy. De most például a múltkor felraktunk egy ilyen random YouTube shorts videót, és felment mennyire 4-5 ezerre kb. És így tanuljuk, tudod, hogy ezt hogy kell készíteni, meg ilyesmi, nem akarjuk lemaradni. Hát most nézegetjük, hogy mire van igény. Nyilván mi az, ami a mi felvevő közegünknek úgy stimmel. Másik oldalon meg ugye adott a dolog, mivel egy stúdióban próbálunk, és akkor ugye ennek minden részét megpróbáljuk kihasználni. Én a podcastet mindig egy ilyen második szintnek tartom, tehát hogy ezek a shorts videók, ezek arra jók, hogy így rábukkanjanak az emberek, tehát hogy oda legyen az emberek elé tolva, hogy amúgy létezünk, és amúgy zenészek vagyunk, zenekar vagyunk. A podcastek meg arra jók, hogy úgy tényleg kielemezzük azokat a dalokat, amikről tényleg van értelme beszélni, és hogy ezek nem csak olyan dalok, hogy hát így meg lett írva, mert most éppen Karesznak ilyen napja volt, hogy ezeket a szavakat írja le, hanem hogy tényleg azokra a gondolatokra reflektáljunk, úgymond, hogy amik le vannak írva, és amikről beszélünk a dalokban. Igen, meg én annyit hozzátennék, ugye, hogy klasszikusan, hagyományosan az volt, hogyha ha az ember kíváncsi volt arra, hogy egy-egy előadó miért írt meg egy dalt, vagy mit csinált vele, akkor elkezdtél keresni videókat, meg bekapcsoltad az MTV-t, meg a VH1-t, meg itt-ott-tamott, és nézted az interjúkat, amiket éppen el lehetett érni. És szerintem ez egy tök jó lehetőség arra, hogy fixen ott van, hogy ezeket így kibeszéljük, és nem úgy, hogy irányított kérdések mellett adott esetben egy rakás salangot teszünk mellé, hanem célzottan, ez olyan, mint a DVD-knél az extrák, hogy akit érdekel, az meg tudja nézni, és akkor az annak egy érdekes dolog lehet, akit nem érdekel, annak nem kell megnéznie, mi viszont tök jól érezzük magunkat, mert egy csomó mindent csinálunk közben. Az egyik legutóbbi podcastjükben a debreceni trió és két meghívott vendégük, akik Sóvágó Zsolt operatőr és Mercs Máté Péter forgatókönyvíró rendező voltak, a legutóbbi Árnyéknyúl klip, az Ajtót Nyitok, Ő enged be kulisszatitkait vesézték ki. Aki ezt meghallgatja, annak nagy része nem tudja, hogy a nyuszik azok pont ugyanúgy működnek, mint a macskák, hogy így megfogod a tarkójukat, és akkor kimerevednek, de a nyuszinál ez duplán igaz, csak nem a tarkójánál kell fogni, hanem a hátánál. Tehát mint ahogy mondjuk, ahogy a sas viszi a nyuszit, ahogy az így beleakaszkodik, az tudja, hogy az a nyuszi azért teljesen bestoppol. És hát a nagy templomos jelenetnél ugye ez azért volt nagyon para, hogy ez vajon mennyire fog működni, mert ugye a srácok két nagy konfetti ágyúval álltak mellettem, és a konfetti ágyú ez nagyon-nagyon hangos, tehát ez nagyon-nagyon durran. Tehát az mondjuk ilyen háromszor-négyszer olyan erős, mint durran, egy nagy taps mondjuk.
Tehát, hogy ez itt tényleg ilyen puska jellegű dolog, és ugye a kezemben meg ott volt egy nyuszi, aki meg ilyet, köztudottan a nyuszik, azok nem olyan nagyon bátor állatok, úgyhogy nagyon féltem attól, hogy ott ki fog ugrani, úgyhogy szegény nyuszit nagyon markoltam amúgy. Úgyhogy be is toppolt rendesen a nyuszi, és hát amúgy a felvételen látszik, hogy amikor eldurranak a konfetti ágyuk, akkor a nyuszi láb az így épp, hogy így lemegy. De hogy ennyit tud reagálni, mert így teljesen így transzban van attól, hogy így meg van fogva. Tetteim, de hogyha ajtót nyitok, ő enged be rendszerint, és mikor végez velem, akkor nem lérfolyik, talán még rosszabb annál egy kis kémcső. Megtelik. Milyen újdonságok vannak egyébként, ami érdekel például téged, ami hangszert szeretnél még megszólaltatni valamelyik készülőben lévő alkotásban? Lehet erről már tudni valamit? Hát annyi, több tuba. Lesz a... Tuba, igen. Nem, egy kicsit több lesz a szinti valószínűleg az én részemről. A srácok nem tudom, hogy mit terveznek. Nem tudom. Én zongorázni szeretnék majd. Tehát akkor szinti is, meg zongora is? Aha, igen, igen. Csak még nem tudom, hogy a színpadon hogy fogjuk megoldani, de már tanulom. Szóval... Hát azt nehéz lesz felpakolni majd egy-egy bulira. Hát vannak ilyen kis könnyű szintik, van, amilyen gondolkozok az elején, de szeretnék zongora játszani majd ez a következő lemezen. Te pontosan hány hangszeren játszol egyébként? Össze tudod számolni? Nem tudom. Ami a kezedbe kerül, azt megszólaltatod. Igen. A fuvolát leszámítva eddig minden sikerült olyan nagyon minimál alapszinten megvenem. És itt az Árnyék Nyúl zenekar, ugye te valamennyivel később érkeztél, megtalálod azt, amit te keresel egy zenekarban, vagy legalábbis az egyik részedet, amit ki tudsz itt fejezni a srácokkal együttműködve? Abszolút. Ez, nekem most két projektem van gyakorlatilag, és a kettő nagyon jól kiegészíti egymást, mert a másikban nem dobolok, és nekem a dob a főhangszerem egyébként, úgyhogy itt nagyon ki tudok bontakozni ilyen téren, és Karesz meg Dani egy nagyon, nagyon jó, stabil alap igazából, ami mögé be tudok állni dobolni, úgyhogy én itt nagyon jól érzem magam ebben a pozícióban. A szöveget körül lehet azt tudni, hogy ti, ahogy megírtátok, nem is tudom, Facebookon vagy valahol, hogy nem bújtok metaforák mögé. Ugyanez elmondható a zenei kifejezési eszközre is, hogy ott is próbáltok minél egyszerűbben, érthetőbben fogalmazni, vagy ott visztek bele esetleg valami olyan művészi pluszt, amivel akár többlettartalmat is tudtok közvetíteni. Hát, mivel alapból egy trióról van szó, azért ez elég ritka felállás, és igazából mindig meg kell fejtenünk azt, hogy egy zenénknek mi a csontváza, ami jól működik, és akkor nyilván arra pakoljuk rá húsit az effekteket, a különböző kis zenei fricskákat, meg egyebeket. Én az Árnyéknyúlban nagyon szeretem azt, hogy viszonylag egyszerű, letisztult, könnyen lehet értelmezni az ilyen zenei blokkokat, meg esetleg a zenei gegeket benne. Ezen a jövőben sem változtatunk, viszont én úgy érzem, hogy mióta hárman zenélünk Bencével, azóta úgy Bence behozott egy kicsi, olyan jó értelemben vett bonyolultságot is a dologba, és nagyon gyakran vannak olyan ötletei, vagy hoz be olyan akkordokat, vagy van olyan javaslata, amit megfogadunk, és aztán tovább építjük, és ezáltal én azt gondolom, hogy most mióta már így zenélünk hárman, azóta komplexebb lett a zenénk jobb értelemben. És hát most már nem jadunk vissza attól, amikor egy kicsit úgy elvezünk a komplexebb vizekre. Én szerintem a következő lemezen lesz olyan dal, ami nem annyira egyszerű zeneileg. De a letisztultságot még mindig nagyon szeretjük. Van még egy nagyon fontos dolog, amit nyilván itt a debreceniként mindenki tud, egy olyan eszköz, ami elengedhetetlen része az Árnyéknyúl koncerteknek. Gondolom ez most is így lesz. Hoztátok-e a lukácsosítót? Ismeritek ezt a fogalmat? Király! Igen, így hívjuk a színpadézét. Igen, amúgy hoztuk a lukácsosítót. Ez nagyon király, hogy ez terjed. Király. És igen. Akkor mondjuk el a nézőknek is, hogy mi a lukácsosító. Beszéljétek ki a kollégát. Hát a lukácsosító az a ventilátor, ami az énekes előtt van, hogy a lobonc haját felvigye az égbe.
Köszönjük, hogy néztétek a Roncsolót. Valamennyi adásunkat megtaláljátok az Alföld Televízió YouTube csatornáján, ahol várjuk lájkjaitokat és hozzászólásaitokat a műsorral kapcsolatban. De természetesen megtaláltok minket a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!